Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Fenyegető levelet kaptak Győrmoson, Sopron és Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyékben azok a háziorvosok, akik eddig még nem kötöttek önként szerződést a mentőszolgálattal, derül ki a Népszava birtokába került dokumentumokból. Az orvosi kamara azt kéri, a háziorvosok alakítsanak pertársaságot és támadják meg a kötelező ügyelet miatti határozatot. Kapcsoljuk Komáromi Zoltán háziorvost, képviselőt, a DK árnyék miniszterét. Így van, jó reggelt kívánok! Ugye erre reagált tegnap a Kormányinfón Gulyás Gergely, erre a felvetésre, mert kérdezték, hogy ez hogyan lehetséges, és mi a magyarázat erre. És ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy a törvény azt a lehetőséget tartalmazza, hogy egy házi orvos egy hónapban ugye két alkalommal, azaz kétszer néhány órát jelent az ügyeleti ellátásban, és hogy ilyen értelemben senkit nem fenyeget, a törvényeket be kell tartani, és azt gondolja, hogy azért ez a törvényi elvárás, ez nem egy elképesztő teher az orvosok számára. Ezt hogy látja, elképesztő teher, vagy nem elképesztő teher? Nem elképesztő teher, csak a magyar kormány és ezen belül a belügyminisztérium és az egészségügyi államtitkárság, minthogyha direkt provokálná a betegeket és az orvosokat, az összes olyan változtatást, amit bevezettek, vagy be akarnak vezetni, mert most is ugye asztalon van egy 50-valahány oldalas csomag, az irányt jó irányba kijelölik, majd a megvalósítást totál szakmaiatlanul és totál, a betegellátást veszélyeztető módon kezdik el csinálni, és hogyha valaki megszólal, akkor megsértődnek, mint egy nagycsoportos óvodás, és visszacsapnak, és leverik a levest az asztalról. Szóval, de miért lenne érdeke ez a kormánynak, hogy provokálja akár az orvosokat is? Minden szakmai szervezet és mindenki, aki ismeri egy kicsit Magyarország egészségügyi intézményrendszerét és annak a működését, az körülbelül 20 éve mondja, hogy az orvosi ügyeletnek ez a fajtája, ami most megy, vagy lett, hát a múltba ment, az nem alkalmas arra egyrészt, hogy sürgős betegeket ellásson, tehát, hogy egy példát mondjak, ha valaki sztrókot kap, vagy infarktust kap, és az orvosi ügyeletet hívja, akkor indokolatlanul 2-3 órát veszíthet, míg arra a helyre kerül, ahol valóban tudnak értemben segíteni neki. A másik oldala ugyanennek a témának, hogy valakinek van egy 37-9-es magas láza, kaparatorka, és feltétlenül rohamkocsit kér, mert hogy egyszerűen tűrhetetlennek érzi a panaszait. Na most ebbe lehetne rendet tenni úgy, és itt jön az első lépés, amit az orvosi kamara is mondta, hogy nagyon jó, hogy van egy központi telefonszám, ott ül egy nagy tudású mentő dolgozó a vonal végén, és egy meghatározott protokoll alapján kikérdezi, aki megkeresi a ügyeletet, és vagy tanácsot ad neki, vagy azt mondja, hogy jöjjön be az ügyeletre, vagy azt mondja, hogy az orvos ki fog menni, vagy azt mondja, hogy már is küldöm a rohamkocsit. Egy picit hagyj térjek már vissza, bocsánat, hogy szava vágtam az eredeti kérdésre igazából, erre a bizonyos plusz két alkalomra, meg a néhány órára. Ugye azt mondta az elején, hogy ez nem egy óriási teher, tehát akkor igazából mi a valós gondja a házi orvosoknak azzal, hogy mondjuk két alkalommal akkor mondok, ezt a pár órát bevállalják? Mondok hármat. Az egyik az, hogy az orvosnak kell biztosítania az asszisztenciát. Tehát átadom a feladatot az országos mentőszolgálatnak, kötelezem a házi orvos, hogy szerződjön, egyébként az sincs meg, hogy hogyan, tehát itt azért elég ködös a szerződési feltételek, és ezek után azt mondom, hogy az orvos az egyrészt beszélje rá a saját ápolónőjét, hogy jöjjön, másrészt vigye, szállítassa oda, harmadrészt, amikor vége van 10 órakor, vagy 11-kor, vagy 11-kor az ügyeletnek, akkor szállítsa haza, és ennek nincsenek meg se a munkajogi, se a felelősségbiztosítási, se pedig az anyagi kondíciói. Vagy mondok másikat, beül egy orvos egy járási ügyeletre, és van házhoz hívás, nem ő dönt, hanem az a mentődiszpécser dönt róla. Jön egy autó, beül az orvos, kiviszik a helyszínre, ez lehet, hogy 20 kilométer, ott egy tök ismeretlen beteget meg kell vizsgálnia, számítógép nélkül, adatbázis nélkül, minden nélkül,
a megvizsgálja, utána ellátja, majd az autó visszaviszi jó esetben az ügyeletre, az alatt már négyen ott ülnek, vagy öten ott ülnek az ügyeletre, akinek azt mondták, hogy jöjjön be, mert ott el tudják látni. És mi van akkor, ha 9:30-kor visszaér az orvos egy betegtől, és hatan ülnek a váróba? Mind a hatot el kell látni, ez azt jelenti, hogy 00:30-kor fognak végezni. És nincs meg, az sincs meg szervezve, hogy ez az orvos és ez a nővér hogy jut haza. Hogyha 00:30-ig dolgozik, akkor munkajogilag ő neki 8 óra pihenőidő járna, hogy fog reggel 8-kor elkezdeni dolgozni. Szóval ilyen részletkérdésekről egyszerűen nem És mit gondol akkor, hogy mi lehet erre a megoldás? Csak azért kérdezem, mert például az orvosi kamara ugye azt javasolja, hogy a házi orvosok alakítsanak úgymond per társaságot. Hát Kincses Gyula erre ugye úgy fogalmazott, hogy ő is tudja, hogy nem ez a jogi nyomásgyakorlás jelenthet megoldást hosszú távon semmiképpen, legfeljebb ideiglenesen. Na de akkor mi a megoldás? Nem tudom, ön olvasta ezt a levelet, egy típus levél a Szabolcs-Szatmár megyei Igen. és a Győr-Sopron megyei járási kormányhivatalok ugyanazt tűrték ki szóról-szóra. Két dologgal fenyegeti a házi orvost. Az egyik az, hogy 50 000-től 3 millió forintig megbünteti, hogyha ő nem írja alá a szerződést. A másik pedig, hogy visszavonja a működési engedélyét. Na most, hogyha megnézzük az adatokat, akkor láthatjuk, hogy gyakorlatilag a házi orvosoknak azt mondom, hogy 36%-a jelen pillanatban 65 évnél idősebb. Hogyha azt hiszem, hogy 20%-a, tehát gyakorlatilag a 6000 házi orvosból 1200 orvos 70 évnél idősebb. Ha őket most arra kényszerítik, hogy írjanak fel egy ilyen szerződést, és menjenek és ügyelniük kell, akik már lehet, hogy az egészségi állapotuknál fogva évek óta nem ügyelnek, mert a saját praxisukat el tudják látni. Utódlás nincs, senki nem jelentkezik házi orvosnak, és akkor ezt veszélyeztetjük, hogy megvonjuk a működési engedélyt egy 72 éves orvosnak, aki még lehet, hogy 8 évig, 10 évig abba a faluba vagy abba a városba dolgozna, gyógyítaná a betegeket. És akkor ön szerint mi lehet erre a problémára a megoldás? Vagy milyen irányba kéne egyáltalán elindulni? Hogy megjön az esze Pintér Sándornak és Takács Péternek, végre leül az orvosi kamarával, a szakdolgozói kamarával, a szakszervezetekkel, megbeszélik, hogy milyen feltételek mellett lehetne ezt a feladatot ellátni, és együttműködnének. Nem pedig kiírni egymást, ez nem megy. Egy civilizált ország nem csinál ilyet, hogy az orvosi kamaráját lehetetlen helyzetbe helyezi, és egy kancellária miniszter azt mondja a kormányinfón, hogy nem fogunk leülni az orvosi kamarával egyeztetni, hiszen ugyanazt gondoljuk a dolgokra. Ez olyan mértékű politikai cinizmus, amit egyszerűen felháborítónak tartok. Még egy dolgot egyetem el, mert hogy kérdezem egy másik témában, ugye, hogy az is felvetődött, hogy 6 kórházat ugye alapítványi fenntartásba szerveznének. Ugye erről is szó volt tegnap, ha már a kormányinfót emlegette, erről is kérdezték Gulyás Gergelyt, és ugye azt mondta, hogy az egyetemek szenátusa úgymond szabad akaratából döntött úgy, hogy ilyen formában, tehát közérdekű vagyunk ezzel alapítványokban kívánnak működni, és hogy ez lehet hosszú távon számukra is a megoldás. Ugye ennek is nagy visszhangja volt. Hát mert itt is tulajdonképpen a saját csapdájába esik a kormány, ugyanis most már lassan 2 éve a városi kórházakat és az összes egészségügyi intézményt formailag, munkajogilag és szakmai irányítás szempontjából és gazdasági irányítás szempontjából a megyei kórházakhoz telepítette. Tehát ha valaki most a Bajai Kórházba dolgozik baleseti sebészként, ő a Kecskeméti Megyei Kórháznak a munkavállalója. Ez egyébként ezt azért csinálták, hogy szabadon lehessen az orvosokat meg a nővéreket egyik kórházba másikba áthelyezni, amikor ott éppen megszorulnak személyzeti dolgokból. Igen ám, csak azt felejtették el, hogy Hajdú-Bihar megyében, Csongrád megyében és Baranya megyében nincs megyei kórház. Ugyanis azt évekkel ezelőtt összevonták az egyetemmel. Utána meg az egyetemek nyakára oda küldték ezt az alapítványosdit, ahol a kuratórium dönt az egyetem minden kérdéséről. Hogyha leválasztanák az egyetemekről a klinikai központokat, és azt mondanák, hogy klinikai központ és megyei kórház, és nem az egyetemi konglomerátumnak a tagja lenne,
és ahhoz rendelnék hozzá ezeket a városi kórházakat, ezt sem tartom jó ötletnek, de az legalább egy picit reális lenne. Fú, hát... Így meg ugye mindenki veszi a levegőt furcsán, hogy mi is van itt. Hát mi is egy levegőt kell, hogy vegyünk most, de ígérem, hogy folytatjuk még a témát, mert hogy lenne kérdés, hogy marad kérdés bőven, azt hiszem. Köszönöm szépen Komáromi Zoltán háziorvosnak, békeegészségpolitikusának, viszontlátásra.